Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi horoszkóp az indiai számítás szerint, holott ez a felvétel 3 napra szól, az energia hasonló, tehát az elemzés szintén hasonló. Így összefűztem a 3 napot, április 18-át, 19-ét és április 20-át. Április 18-án Neptun bolygó elbúcsúzik a vízöntő jegyétől, és áttér a halak jegyébe. Ezen a napon a hold áttér a mérleg jegyéből a skorpión jegyébe, és eléri a lefele mozgó kármikus csomót, aktivál kármikus témákat, Kétúnál az érzelmekről van szó, és a múltról, tehát itt vannak emlékek. Ami még fontos, most a napokban lesz egy Lilith energia, hiszen a hold eléri a pályáján április 19-én azt a pontot, ami nagyon közel van a mi földünkhöz. Tehát itt aktiválja az álmokat, a vágyakat és a reményeket, és mivel közel van a földhöz, ez az álom megvalósulhat, ha hiszel benne. Amennyiben szeretnéd tudni azt, hogy melyik jegyben születtél az indiai számítás szerint, a felvétel alatt ott van egy tabella, ahol utána nézhetsz. És most megnézzük az egyes jegyeket. A kos jegye. A kos jegyében mozog Ráhu, a felfele mozgó kármikus csomó. Utal kármikus témákra, egy új irányra, egy új életterületre, itt lesznek változások. Uránusz bolygó szintén itt mozog a kos jegyében az indiai számítás szerint, és általa itt is lesznek változások vagy meglepetések. Itt mozog Merkur bolygó, és Merkur bolygónál vannak cselekvések, kommunikáció vagy tanulás, szerződések, és mindezt átéljük most, hiszen én is a kos jegyében születtem, és április 20-án van a születésnapom, tehát itt közeledik most ez a nap számomra. A nap szintén a kos jegyében van, és az azt jelenti, itt megvilágít bizonyos témákat, ez a havi téma, itt lehet egy új kezdet. A halak jegyében van Neptun bolygó és Jupiter bolygó, és mivel a halak jegye a szomszédos jegy, így segít kívülről nekünk. Ez lehet az igazság, vagy egy bírósági ügy, ahol előre mennek, folyamodnak az események, és Neptun bolygó segít abban, hogy egy álom megvalósuljon. Mivel Mars bolygó és Vénusz bolygó a szerelem bolygója, Mars utal a férfias energiára, Vénusz bolygó a nőies energiára, mindkettő a vízöntő jegyében van, a levegő elemében, ez jó hatással van ránk, hiszen a kos jegye az a tűz eleme, a vízöntő jegye a levegő eleme, és a tűz eleme és a levegő eleme barátságban áll egymással. A bika jegye. A bika jegyében jelenleg nincs mozgás, de Mars bolygó küld energiát kívülről. Az azt jelenti, hogy valami vagy valaki erőt ad számodra, vagy egy férfi közeledik hozzád. Merkur bolygó a szomszéd jegyben, a kos jegyében van, itt közeledik egy hír, egy beszélgetés, vagy az is lehet, hogy hamarosan aláírsz egy szerződést.
Mivel Neptun bolygó és Jupiter bolygó a halak jegyében van, az segít a bika jegyének, hiszen a bika jegye az a föld eleméhez tartozik, és a halak jegye az a víz eleméhez tartozik, és a föld és a víz barátságban állnak egymással. Jupiter bolygó szerencsét hozhat, vagy előnyös számodra egy bírósági ügynél, és Neptun bolygó segít abban, hogy éld az álmaidat. Viszont ami Mars bolygót, Vénusz bolygót, tehát a szerelmet illeti, itt légy még kicsit türelmes, mire javul a helyzet. Az ikrek jegye. Az ikrek jegyében jelenleg nincs bolygó, nincs külső hatás. Merkur bolygó az a kos jegyében mozog a tűz elemében. Az ikrek jegye a levegő eleméhez tartozik, és a tűz eleme és a levegő eleme barátságban áll egymással. Ez azt jelenti az ikrek jegyében születetteknél, hogy várható egy jó hír, vagy alá tudsz írni egy bizonyos szerződést, ami előnyökkel jár. Ami a párkapcsolatot illeti, Mars bolygó és Vénusz bolygó a vízöntő jegyében szintén a levegő elemében van, és ez kedvező az ikrek jegyére nézve, tehát szerencse a párkapcsolatot illetően. Viszont ami Neptun bolygót és Jupiter bolygót illeti, ez nem kellemes, ezek lehetnek igazságtalanságok, vagy valaki becsap téged, ez elszomorít, csalódásokhoz vezethet. Tehát légy óvatos egy bírósági ügynél. A rák jegye. A rák jegyében jelenleg nincs mozgás, viszont van külső behatás. Jupiter bolygó energiát küld a rák jegyébe. Ez lehet egy jó ajánlat vagy szerencse, vagy egy bírósági ügynél segít abban, hogy megkapd az igazságot. Szaturnusz bolygó szintén energiát küld a rák jegyébe. Itt lehetnek sorsdöntő kapcsolatok, változások, vagy segít abban, hogy kialakuljon valami. Ami a kommunikációt illeti, valaki vár arra, hogy te keresd a kapcsolatot. Tehát figyelj oda, hogy másoknak mik az elvárásai, vagy mit közölnek veled. Ami a párkapcsolatot illeti, akkor van meg a könnyűség, ha nem húzódsz vissza, hanem ha keresed a kapcsolatod, vagy kimutatod az érzelmeidet. Neptun bolygó és Jupiter bolygó mindkettő a halak jegyében van. Jupiter bolygó szerencsét hoz, és Neptun bolygó az utal az álmaidra, és ez az álom megvalósulhat, ha hiszel ebben. Mert Neptun bolygó és Jupiter bolygó segít, hiszen mindkettő a halak jegyében van a víz elemében, és a rák jegye szintén a víz eleméhez tartozik, tehát itt megvan a harmónia. Az oroszlán jegye. Az oroszlán jegyében jelenleg nincs mozgás, viszont Mars bolygó és Vénusz bolygó a szerelem bolygója. Mars bolygó jelenti a férfias energiát, Vénusz bolygó a nőies energiát. Mindkettő szemben van a vízöntő jegyében, és ez tükröz valamit az oroszlán jegyében születetteknél. Tehát oda kell figyelni, ez áll most a középpontban a szerelem. Ez olyan, mint egy mérleg, itt mérlegelni kell a dolgokat, ne túl sokat, ne túl keveset, ne húzódj vissza, de ne túlozz el semmit. Itt akkor rendeződik valami a párkapcsolatot illetően.
Merkur bolygó a kos jegyében, a tűz elemében van, és az oroszlán jegye szintén a tűz eleméhez tartozik. Ez lehet egy jó hír, egy előnyös szerződés. Viszont Jupiter bolygó, ami utal egy bírósági ügyre, vagy az igazságra, az igazságtalanságokra, itt nehéz jelenleg valamit rendezni, ami csalódásokhoz vezethet. Tehát vizsgáld át a dolgokat. A szűz jegye. A szűz jegyében jelenleg nincs mozgás, viszont Mars bolygó küld energiát kívülről a szűz jegyébe. Valami vagy valaki erőt ad számodra. Az is lehet, hogy egy férfi közeledik hozzád. Jupiter bolygó szintén energiát küld a szűz jegyébe. Itt igazságról van szó, vagy egy bírósági ügyről, itt megvan most a lehetőség ezeket a dolgokat rendezni. Ami a kommunikációt illeti, itt lesznek érdekes beszélgetések, az is lehet, hogy mások más véleményen vannak, de figyelj oda, hiszen lehet, hogy tanulhatsz ebből. Ami a párkapcsolatot illeti, ne légy szerény, visszahúzódó, hanem keresd a közelségét, és akkor így megvannak a beszélgetések, és megvan ez a könnyűség, ami a szerelmet illeti. Neptun bolygó és Jupiter bolygó szemben van a halak jegyében, ez lehet egy álom, amit szeretnél megvalósítani, figyelj oda rá. Azon kívül Jupiter bolygó adja a szerencsét, fogadd ezt el az élettől. A mérleg jegye. A mérleg jegyében van Kétú, a lefele mozgó kármikus csomó, és Kétúnál érzelmekről, a múltról van szó, mindarról, amit átéltünk a korábbi életünkben. Itt a mérleg jegyénél most vannak ezek a kármikus témák. Merkur bolygó az a kos jegyében szemben van. Itt tükröződik valami. Tehát valaki közöl veled valamit, és erre oda kellene figyelni. Vagy lesz egy ajánlat, egy szerződés, és fogadd el ezt a lehetőséget. Az is lehet, hogy valaki vár arra, hogy te keresd a kapcsolatot. Ami a szerelmi életet illeti, itt szerencse van, hiszen Mars és Vénusz bolygó a vízöntő jegyében, a levegő elemében található, és a mérleg jegye szintén a levegő elemében van, itt megvan a harmónia. Viszont egy bírósági ügynél nehéz valamit tisztázni. Vagy van egy húzavona, az is lehet, hogy késlekednek az események. Figyelj oda erre, nézz utána, vizsgáld át ezeket a dolgokat. A szkorpión jegye. A napokban a hold a szkorpión jegyében mozog. Ez a hold energia nem csak a szkorpión jegyére hat, hanem mindenkire, és a szkorpión jegye utal a témára, ami bennünket most a napokban érint. A hold kihat az érzelmekre, és a szkorpión jegyénél szintén érzelmekről van szó, hiszen a víz eleméhez tartozik, és a víz eleme szimbolizálja az érzelmeket. Itt vannak a megújulások, ez a transformáció. Kilépni a negatív érzelmekből, mint például félelmek vagy bizonytalanságok, és a pozitív érzelmeket élni, a hála, az önbizalom, a szeretet, a szerelem. Amit a szkorpión jegye még szimbolizál, ezek a szexuális témák. Tehát ez is érdekes lehet most a napokban. A Merkur bolygó a kos jegyében mozog, és itt van egy kapcsolat a szkorpión jegyével,
És ez azt jelenti, hogy mások más véleményen vannak, de ezek nem viták, veszekedések és kihívások, hanem ez lehet egy érdekes kapcsolat vagy beszélgetések. Neptun bolygó és Jupiter bolygó a halak jegyében szintén a víz elemében van, ami előnyös a Szkorpión jegyében születetteknél. Ez lehet az igazság és az álmok, a vágyak, a remények, ami most megvalósulhat. Ami a szerelmet, a párkapcsolatot illeti, légy még kicsit türelmes, mire javul a helyzet. A nyilas jegye. A nyilas jegyében jelenleg nincs mozgás, nincs külső behatás. Viszont szerencse a szerelmet illetően, hiszen Mars bolygó és Vénusz bolygó a vízöntő jegyében, a levegő elemében van, és a nyilas jegye a tűz eleméhez tartozik, a levegő eleme és a tűz eleme barátságban állnak egymással, ez kihat a párkapcsolatra. Merkur bolygó a Kos jegyében szintén a tűz elemében van, ami előnyös a nyilas jegyénél. Viszont Jupiter bolygó és Neptun bolygó csalódásokat okozhat, vagy a nyilas jegyében születetteknél most olyan igazságtalanságok történnek. A Bak jegye. A Bak jegyében van Plutó bolygó, a hatalom bolygója. Uralkodj most a gondolataid felett, az érzelmeid felett, uralkodj az életed felett, hiszen ez erősít téged belülről. Szaturnusz bolygó szintén itt van a Bak jegyében, de hamarosan áttér majd a vízöntő jegyébe. Szaturnusz bolygó hatása alatt vannak sorsdöntő változások. Mars és Vénusz ott van a szomszédban, az jelenti a közelséget, a bizalmat, a párkapcsolatot illetően, és a könnyűséget, hiszen a levegő elemét üzeni a Bak jegyében születetteknél, ami a párkapcsolatot illeti. Jupiter bolygó és Neptun bolygó segít. Ez lehet egy bírósági ügy, vagy azt is jelentheti, hogy van egy kreatív tevékenység, éled az álmaidat. Miért segít Neptun és Jupiter? Mert mindkettő a halak jegyében, a víz elemében van, és a Bak jegye az a föld eleméhez tartozik, és a víz eleme és a föld eleme barátságban áll egymással. Ami kellemetlen lehet, az a kommunikáció, és az is előfordulhat, hogy van egy ajánlat, egy szerződés, de ezt most aláírni nem előnyös a Bak jegyében születetteknél. A vízöntő jegye. Itt található Mars és Vénusz, a szerelem bolygója, tehát a párkapcsolat áll a középpontban. A szomszédos jegyben van Neptun bolygó, az jelenti az álmokat, a vágyakat, ha hiszel ebben, akkor ez megvalósul. Azon kívül Jupiter bolygó szerencsét hoz, vagy megkapod az igazságot. Merkur bolygó a Kos jegyében jó hatással van a vízöntő jegyére, ez lehet egy kellemes beszélgetés, egy jó hír, egy előnyös szerződés. A halak jegye. A halak jegyében van Neptun bolygó és Jupiter bolygó. Mindkettő uralkodik a halak jegye felett, tehát mindkettő itt otthon érzi magát. Neptun bolygó segít abban, hogy megvalósítsd az álmaidat, ha hiszel ebben. És Jupiter bolygó adja hozzá a lehetőséget, hiszen szerencsét hoz. Azon kívül segít abban, hogy megkapd az igazságot. Merkur bolygó ott van a közelben, a szomszédos jegyben.
és itt vannak beszélgetések, valaki segít neked, vagy ad egy jó tanácsot, és Mars, Vénusz bolygó szintén a szomszédos jegyben van a vízöntő jegyében, ez előnyös, ami a párkapcsolatot illeti, itt is megvan a kommunikáció, jó ötletek, azon kívül a levegő eleme adja a könnyűséget. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!